Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Székesfehérváron. Mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, Om Nam, hétszer, közösen. Om, na. Köszönöm szépen. Ne imádkozz a békért. Te magad legyél a béke. Ne akard a boldogságot. Legyél boldog, és tégy másokat is azzá. Ne kívülről várd a szeretetet, találd meg a saját szívedben, és tanuld meg megosztani másokkal, sőt, másokban is felébreszteni. A zen nem foglalkozik úgy ezekkel a minőségekkel, ahogy nagy világvallások teszik ezt, és a hozzáállás is más. A világ tudat általi teremtettségét tanítjuk és tapasztaljuk, a zenben a tudás másodlagos, a tapasztalat az elsődleges. A tudásra azért van szükség, hogy artikulálhassuk és kommunikálhassuk azt, amely csak a tapasztalat szintjén ér valamit. Itt a gondolkodás megtanul szolgálni valami nagyobbat, mint önmaga, ez pedig a nem tudható, tiszta, önvaló tapasztalata. Az érzelmeink megtanulnak szolgálni valami többet, mint önmagunk, a saját boldogságunk, a saját szeretetünk, a saját jólétünk vagy békénk. Megtanulja ezt máshol, másban is meglátni, és ha lehet, megteremteni. A harmadik pátriárka Seng Can így szólt, a nagy út nem nehéz, csak ne ítélkezz. Ha nincs benned kapzsiság vagy gyűlölet, akkor fényesség vár, felhő sem lesz. A harmadik pátriárkát úgy kell érteni, mint aki a kínai zen, azaz Chan harmadik pátriárkája volt. Előtte három generációval bóthidarma vitte Kínába a tant, ezzel indul a zen a már jól jelölt, hivatalosnak is tekinthető útjára, úgyhogy már több száz évvel azelőtt megjelent Kínában. A Wu uralkodóval Bodhidharma egy olyan párbeszédet folytatott, amelynek minden mondatára emlékszünk. Bodhidharma hírnelve jóval megelőzte őt. Wu uralkodó pedig a Tang dinasztia egyik kitűnő császáraként elsőrangú buddhista nevelést kapott, ismerte a szútrákat, ismerte Buddha Sákyamuni életművét, és azt a 28 pátriárkát, aki Bóthi Indiában tanított. És úralkodó tesztelte Bóthi tudását. Ugyanis a szútrák beszélnek azokról az erényekről, amelyeket jótékony tetteink által nyerhetünk. És megkérdezte Bóthi Számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetes támogattam. Mennyi erényt nyertem ezáltal, és Bóthidarma azt mondta, nincs erény. De hát akkor mi az értelme a szent iratoknak? Végtelen tér semmi szent, felelte Bóthidarma. De hát akkor kiáll előttem, fogalmam sincs, mondta Bóthidarma. A fogalmam sincs kifejezés, az fordítható úgy, hogy nem tudom, vagy nem tudható. A kínaiban a személyes névmások nem úgy használatosak, mint az indo nyelvekben. Tehát nem tudható, nem tudom, fogalmam sincs. És erre azt mondja a császár, semmi közöset nem találok bennünk, távozhatsz. Erre Bóti darma, észak felé vejbe ment, és nem sokára a Shaolin Kolostor barlangjában kötött ki, ahol kilenc évig ült. Kérdezheted, hogy a kezdeti pár mondathoz mi köze van Bóthidarma történetének. Ha belegondolsz, vagy ha inkább ráérzel, akkor nagyon sok. Ismerhetitek a zen négy alapelvét, de igazából a vúralkodóval folytatott párbeszéd háromszor két mondata, az rakja le az ennek az alapját így személyek között. Ha te erényt akarsz magadnak, semmi erényed nem lesz. Ha te kívülről várod a megoldást, az nem fog bekövetkezni. Eredetileg az, amiről a szentilatok szólnak a zenben és a buddhizmusban, semmi más, mint ez. erre mondta Bodhidharma, hogy végtelen tér, semmi szent. És innen lehet tapasztalni azt, hogy ezt a világot, a mi szemünk, a mi fülünk, a mi orrunk, nyelvünk, gondolkodásunk, érzelmeink, szavaink és tetteink teremtik. Ezt már a zen előtt, az indiai bölcsességben, az advaita védántában is úgy mondták, hogy a világ a tudat által teremtetik csak ságjamoné butha letisztázta, hogy ez a tudat micsoda. Ez a tudat minden személyben ott van, sőt minden érző lényben ott van. De az emberben mondja csak ki azt, hogy én tanul meg, megkülönböztetni, ragaszt jó vagy rossz címkét a világra, azonos vagy különböző minőségekkel ruházza föl a jelenségeket. És ebben a végtelen térben mi teremtjük azt, amit érzékszervel tapasztalható világnak mondunk. Az érzékszervi síkra mi rakjuk a minőségeket. Mi gondoljuk a másik embert azonosnak vagy különbözőnek, jónak vagy rossznak, szépnek vagy csúnyának. És hogyha nem jutunk el addig, ami nem fogalmi, de mégis bennünk lát, akkor nem tapasztaljuk meg azt, ami igazán közös bennünk. Miért? Mert a lelkünk tartalma, a karmánk más, az arcunk más, a testünk más. Ebben a pontban találkozunk. Itt élhetjük át azt, ami nem azonos és nem különböző, ami nem fekete, fehér, sárga, vörös ami nem különböző kontinensre vagy kultúrára tagolt, amely nem ítéletalkotásáltal születik. Óriási felelősség az, amikor a gondolkodásodat elhiszed. Óriási felelősség, amikor mások gondolkodását elhiszed. És elkezdesz azon töprengeni, hogy melyik az igaz, miért ilyen világot élünk. Miért ezt tapasztaljuk? Ha megkérdezel egyéneket, kis csoportokat, családokat, soha senki nem mondja, hogy más kárára akar élni. Soha senki nem mondja, hogy szenvedést akar okozni egy másik családnak, nemzetnek. De mégis megtörténik. Ez hogy van? Hogyan jutunk idáig? Mi kell, hogy történjen az emberi tudatban, az emberi elmében ahhoz, hogy egy másik embert alábbvalónak vagy feljebbvalónak tudjon. Azonosnak vagy különbözőnek tudjon. Ellenségesnek vagy barátságosnak tudjon. Nézd meg magadban a folyamatot, hogy hogy radikalizálódsz. Hogyan alakulnak ki szélsőséges nézetek. És hogyha nem jutsz el a gyökerükig, ha nem mész vissza a keletkezésük elé, akkor a rabjuk leszel. És amikor a jelenségek gyökerére rátapintasz, akkor látod azt, hogy hogyan teremtjük ezt a világot magunknak és egymásnak. Nem csak saját magunkért élünk itt. Az ember egy elképesztően társas lény, kapcsolatban élő lény és ebben a kapcsolatban kell megtalálnia önmagát, a másikhoz való viszonyát, az életének a célját. Mindenki egy gyönyörű, szép földön, fantasztikus világban akar élni. Akkor miért pusztítjuk el a természetet és a természetes élőhelyünket? Miért csináljuk ezt a földdel, amit? Ez már egy olyan ellentmondás, ahol egyszerűen nem érted, hogy ez hogy történhetett. Amikor most körülnézel, hogy mi történik, akkor nem találsz rá épkézláb magyarázatot, hogy józan gondolkodású emberek hogy csinálhatnak ilyet. És a válasz az, hogy a gondolkodás nem mindig józan. Az érzelmeink, az érzéseink néha elképesztően hazudnak. Néha elhiszünk olyasmit, amit ha behelyettesítünk a valóság helyére, akkor az pusztítóvá válik. Nézd meg, hogy mikor óhajtottad pótolni gondolatokkal a valóságot, hipotézissel a tényeket, véleményekkel a tapasztalatot. És amikor ez megtörténik, akkor az illúziót szeretnéd a valóság helyére begyömöszölni. És itt követjük el a végzetes hibát. Amikor ideológiáknak, doktrináknak, vallásoknak, modelleknek engedelmeskedünk, ahelyett, hogy a saját szemünket Fülünket, szívünket és tiszta elménket használnánk. Egy társadalom pontosan úgy él, amilyen tiszta a tudata. Olyan a viszonya a társaknak, olyan a viszonya a vezetőknek és a vezetetteknek, olyan a viszony az ember és a környezet között, amilyen tudatminőségben élünk. Minél megvilágosodottabb ez a tudat, annál kevesebb szenvedést okozunk egymásnak és a bolygónak. Minél elsötétült ebbe ez a tudat, akármennyire is okosnak tűnik a magyarázataival, annál több szenvedést okoz egymásnak és a bolygónak. A képlet borzasztóan egyszerű. Csak követni kellene azt az utat, amely helyes tapasztalás. És a helyes tapasztalás útján, a helyes nézetekig, helyes beszédig, helyes életvittelig el tudunk jutni. A Buddha nagyon világosan fogalmaz, amikor az ember élet természetéről szól, ezt a négy nemes igazságban fejti ki. Tehát az ember életben van szenvedés. A születés, öregség, betegség, halál, ez mind azt tud lenni. Ennek a szenvedésnek van oka. Amikor az illúziókkal azonosulunk, amikor a dualitásokat tartjuk az egyetlen lehetséges valóságnak, amikor perlekedünk a mulandósággal, feltételhez kötöttséggel és tökéletlenséggel, akkor szenvedünk és szenvedtetünk. A szenvedésnek van megszüntetése. A megszüntetés nagyon egyszerű. Meg kell haladni azokat a minőségeket, amelyek kártékonyak. El kell érni azt a tudatot, amely még nem hoz létre semmit. Amely még nem azonosul még nem formált duális nézeteket és véleményeket. Ez az eredeti és tiszta tudat. És a negyedik nemes igazság a szenvedés megszüntetésének az útja. Itt merül föl a helyes, mint előképző, hogy helyes nézet, helyes beszéd, helyes életvitel, helyes erőkifejtés. De mitől lesz ez helyes? Csak is a tiszta tudatottól lesz helyes. Ha ezt a tiszta tudatot elérjük, akkor ezek a minőségek letisztulnak, és helyes döntéseket hozunk ahhoz, hogy kivezessük magunkat és másokat egyaránt a szenvedésteli állapotokból. Pont ezzel az egyszerűséggel nem tudunk mit kezdeni. Nem lehet magyarázni, nem kell rendszerbe foglalni, csak csinálni kell. És ha mered csinálni, ha mered járni az utat, akkor haladunk közösen. Egyedül nem lehet. Van egy ilyen régi afrikai mondás. Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül. Ha oda akarsz érni, menjetek együtt. Így a bevezető végén az ennek három alapelemére szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik a nagy kérdés. A kérdésre azért van szükség, mert ez nyitja ki a tudatot. A kijelentések egy ponthoz rögzítik, a felszólítások irányba állítják, a tiltások eltérítik, és a dogmák börtönbe zárják. De a kérdés kinyitja. És az alapvető kérdésünk az, hogy mi ez? Mi ez az ember? Ki vagyok én? Ha ezt nem tisztázzuk, akkor a másik embert sem tudjuk megismerni. És a nagy kérdés az rendkívül egyszerű. Mi ez? Mi az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, gondolkodik az elméddel, és felveszi azt a nevet, apuci és anyuci jóvoltából, voltából, amelyet a személyiden olvasol? Elgondoltad egyszer is, hogy azonos vagy a neveddel, vagy sem? Hölgyek, ezt jobban tudják, mert ő a, ő a nevüket változtatják, hogyha mondjuk megházasodnak, hogyha férhez mennek. És kiderül, hogy a névváltoztatástól ők maguk nem változnak, meg csak a társadalmi státuszuk. Azonos vagy a neveddel, vagy sem? Vidd haza ezt a kérdést, és gondolkodj rajta. Ha nevet változtatsz, te megváltozol? Mi az tehát, ami viseli a nevedet? Mi az, ami fölvette ezt a testet? Mi az, ami látja ezt a lelket? Ez a legmélyebb kérdés, amit föltehetsz, és a legegyszerűbb is. Kóriájú ezt úgy hívjuk, hogy huadú. a hua az a jelenség, még azt is jelent, hogy virág, a du pedig a gyökere, a hegye, ahonnan az kijön. Tehát a jelenségek gyökere, az eredeti tudat az ez a kérdés, ennek a tapasztalata. A második fontos alapelem az ember, hogy minden olyan karma, ami a kérdés nyomán feljön, az lássék és láttassék úgy, ahogy van. Ezt hívjuk nagy bátorságnak. Ha már van tükröd, merj belenézni és használd. Ha nincs tükröd, akkor föl sem merül a kérdés. Legtöbbünknek az elméje úgy elborítja eredeti tudatát különböző képzetekkel, hogy egyszer nem látunk tisztán, kivéve a válsághelyzeteket. Amikor a kényszer, a nyomás, a szenvedés, a szükség letakarítja a sok téves nézetet a tudatodról, akkor kénytelen vagy tisztán látni, hogy túlélj, vagy esetleg másnak segíts túlélni. Akkor meg kell, hogy jöjjön a nagy bátorság. De mi lenne, ha ez az életünk részévé válna? Kényszer nélkül, válság nélkül, csak a saját belátásod és elhatározásod alapján. A nagy bátorság tehát elviselni a karmánkat, és folyamatosan látni, hogy azt mi teremtjük, és megváltoztatni ezt a teremtést valami vé, valami mássá, mint amit eddig a szokásaink által tettünk. Valami mássá, mint ami eddig volt, hogy ez a világ egy kicsit más legyen. Miért? Mert nem számíthatunk másra, csak egymásra, és így önmagunkra. Ne várd azt, hogy más entitások, földiek, földönkívüliek. Érzékszerven túliak megoldják ezt. Nem, ezt mi oldjuk meg. Vagy sem. Ehhez kell a nagy bátorság. És hogyha a nagy kérdés nyomán kialakul a nagy bátorság, akkor a nagy hit lesz a következő lépés, vagy nem valami szólamnak, vagy doktrínának az elhitele, vagy elhívése. Nem valamilyen szóbeli szerkezettel való azonosulás hanem a tapasztalatban való hit. Onnan tudod, hogy ez következett be, mert autonómá váltál, önállóvá váltál, végre tudsz hinni a szemednek, hogy amit látsz, az úgy van, amit hallasz, az úgy van. És ez nem mond ellent mások tapasztalatának. Még akkor sem, hogyha nem értetek egyet. Ez az érdekes. Úgyhogy ez a nagy hit kellene ahhoz, hogy egy kicsit rendbehozzuk magunkat és ezt a világot, de ez csak magunkon keresztül tehetjük. Ahogy a római mondta, a te incipi, magadon kezd. Nem várhatod el a másiktól. Amilyen világot létrehozol belül a kis mikrokozmoszodban, olyan világ lesz odakint, előbb-utóbb. És itt van az a közös nevező, amit közös tudatminőségnek mondtam az elején. Úgyhogy ha ennek a javításában segíthetek bárkinek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Azt szeretném kérdezni, hogy ha én változom, és megvan bennem a cél, hogy mifelé tartok, és azt veszem észre, hogy mindenki más, aki ezt magában nem érzi, az küzd ellene. És elég nehéz, hogy elég gyorsan vissza jön az a béke, meg, és meglátom, hogy mi... Tehát az én szemem előtt tudom, hogy mi van, de hogyan láttassam a többiekkel. Mondd el, mi van a szemed előtt? A szeretet. Hogy én szeretetben szeretnék élni. Azt hol látod? Hát a szívemben bent. Azt a szívedben látod belül? Te a szemeddel mit látsz? Amit szeretnék, tehát hogy ezt szeretném. Legyen metszően konkrét. Oké. Okay. Mit látsz? Nyisd ki a szemed, és nézz körül. Mit látsz? Itt megvan, itt látom. Most arról beszélsz, amit most... látsz, de Igen. nem mondtad meg, hogy mi az. Mit látsz? Ez a béke. Ez a... Ezt gondolod és érzed? Nyisd ki a szemed. Mit látsz? Közönséget Véget. és előadót Közönséget. látsz. Igen. Végre. Nehéz szülés volt, hallod? <laughs> Oké. Okay. Tanuljuk meg a csatornáinkat megkülönböztetni. Jó. A szíveddel érzel, az elméddel gondolkodsz, a szemeddel látsz, a füleddel hallasz. Nehogy azt hidd, hogy ezzel te egyedül vagy, ezt bárkitől végigkérdezhetem volna, és szép lassan az elméletalkotás nehéz, teherszállítógépe lassan közelít a kifutópályára, míg le nem száll. Addig az abstrakciók felhői között ott röbdös. Nem könnyű. Néha enyhén szóval túl gondoljuk. Ó, még nem válaszoltam neked semmit. nem? Én Letisztáztuk, én hogy mit látsz. Itt tartunk. Na most a célokról, amit ugye kérdeztél, arról én nem kérdezek, azok a te céljaid. De hadd javasoljak valamit. Minél egyszerűbben és tisztábban látod, annál kevesebb ellentétet tapasztalsz. Miért? Mindenki a szokásait követi. Amilyen karmát fölépítesz, olyan életed lesz, Na most, ha te beleakadsz másokba folyamatosan, akkor valamit nem jól csinálsz. Ha megengeded, hogy mások ellened dolgozzanak, az azt is jelenti, hogy te ellenük dolgozol. Valami módon ítéletet alkotsz, és beléjük akadsz. Na ezt kerüld el. Nem az kell, hogy igazad legyen. Az kell, hogy boldog légy. Igen. Jó? <hály> Helyes. Amióta megtudtam, hogy milyen, mi a betegségem és mi a, milyen kezelést kapok rá, tegnap este viszont elkezdtem parázni. Nem éreztem jól magam, hanem már féltem attól, hogy mi lesz a következő kezelésnél. És reggel, amikor jött a kiflik futár, nagyon ideges voltam, nagyon mérges, nagyon feszült. Mit tudok akkor csinálni, amikor így elöntenek ezek az érzelmek? Hogyan tudok ezek ellen tenni, hogy ne vigyen el ebbe a nagyon rossz irányba? Mitől félsz? Most. Ö... Nem, akkor, amikor ideges a... lettél. Este, Sektor. amikor a félelmem jött, akkor attól féltem, hogy megint át fogom élni ugyanazokat a dolgokat. Hogy hívjuk egy szóval mindezt? Egy szóval. Jövő? Nem, ezt úgy hívjuk, hogy mullandóság. Aha, múlandóság. Az ember a saját mullandóságától fél. Ez még messze nem a halál, úristen, az egy tök egyszerű dolog, de a mullandóság, hogy én nem leszek holnap olyan, mint tegnap, vagy maga tehetetlen leszek, vagy kapok egy újabb kezelést, és nem fogom használni mondjuk a szememet és a fülemet úgy, ahogy eddig, vagy nem tudok úgy gondolkodni, hát ez a félelem tárgya, ez a mulandóság, a kényszerű változás. Javaslok neked egy speciális gyakorlatot. Állítasz otthon egy oltárt, amin nincs semmi. Erre kiteszel egy gyönyörűen, kalligrafikusan kinyomtatott cédulát, amin ez a szó áll mulandóság és leírod, hogy benned mi minden érzés, félelem, idegesség és egyéb történik. És ezt ráteszed erre az oltárra. Leborulsz előttük, megköszönöd, hogy ezek a jelenségek átmentek rajtad, és ezzel tudatosítod, hogy mindez nem te vagy. Te vagy a tükör, ezek a jelenségek. Benned van valami, ami nem keletkezik és nem múlik el. Ezt kell a praxis által megtapasztalni. Akkor nem fog zavarni az, ami mulandó és változó. Mert benned megvan az, mindegyikünkben megvan ami egyszerű és tiszta. Nem változik, nem keletkezik és nem múlik. Ennek a tapasztalatnak a birtokában tudsz nyugodtan, bátran szembenézni a mulandósággal. Ezért kell tárgyasítani. Másnap hozol, egy kicsi tálat, amiben félig víz van, és mellé gyufát. Ugyanúgy leborulsz az oltár előtt, és az összes cédulát, amit előző nap kitettél rá, elégeted. De hogyha ezt nem tudod megtenni kívül, akkor nem fogod megtenni belül, és ragaszkodsz valamihez, amely egyébként sem te vagy. Miért ragaszkodjunk egy illúzióhoz, amely már akkor nem igaz, amikor először rá gondoltál, amikor először én csináltál belőle? Aki a tökéletlenséggel küzd, ugyanez, csak más szóval. Amikor te azon kattogsz belőle, hogy miért nem lehetsz tökéletes vagy ideális, akkor a tökéletlenség előtt tessék szíves meghajolni, oda tenni az összes sirámodat, da capo finne és elégeted. Ezt javaslom. Köszönöm. És, és megszabadulsz a szenvedéstől. Jó? Jó. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Nekem meditációval kapcsolatos kérdésem lenne, hogy. az, az mi? Bocsi, ö a meditáció az micsoda? meditációval kapcsolatos. Aha. Ha leülök és meditálok, akár reggel vagy este, vagy most már volt, hogyha csoportban is, azt veszem észre, hogy felmelegszik a testem. Hűha, elmondod, hogy mi a meditáció, Így ez az ülő, és akkor tudunk róla beszélni? Persze. Meghajlok háromszor, vagy akár többször, és akkor leülök meditálni, össz, vagy keresztbe a villamoson is ezt szoktuk, csak meghajlás nélkül. Tehát leülsz, és izzötyöksz. Ha? Leülök, ide rakom a tantyámhez a kezemet, és akkor azt a meditációt, vagy azt gyakorlom, hogy a lélegzetemet figyelem. Ez eddig nagyon zenes, és a tudatoddal mit csinálsz? Próbálom erre összpontosítani az egészet. Erre? Mire? Hát a légzésemre. Ó, hát akkor krokodilként fogsz újra születni, és naphoztad egy ilyen meleg sziklánot, figyeled a lélegzetedet, és így néha egy megragadsz egy halat. Uh -huh. Ezt nem én mondtam, ezt Kalú a jelenlegi Dalai Lám egyik nagy tanítója, de a lényeg az, hogy az zenben ez a tudatra is tessék egy kicsit összpontosítani, tehát mondjuk a mi ez kérdést beplántálni a tantienben. Uh -huh. Miért? Mert amikor egyszer leveted ezt a testet, mivel fogsz lélegezni? elárulom semmivel. Nem lesz lélegzeted, amit figyelhetnél. Akkor mit csinálsz? 30 évig meditáltál, úgyhogy pozíciót és lélegzetet figyeltél, csak a kulcs pillanatban, amikor meghalsz, ebből semmit nem tudsz használni. Gondoldát. Tehát amit a lélekkel, a lélek tudatossággal csinálsz, akár úgy, hogy a kérdést figyeled, és a tudat erre összpontosít, vagy a mantrát, ami egy jóindulatú végtelen ciklusba küldi. Vagy a teret és a hangokat figyeled, és a tudat önálló. Elárulom, egy idő után nincs tudatos testhelyzet vagy légzésérzékelés, de elmozdulás sincs a pillanatból. Hogyha az elmegy kicsikét megindulna, akkor megint hirtelen érzed a lélegzetedet. Megint érzed azt, hogy ülsz. Köszönöm. Ha elég, akkor nagyon szívesen. Akkor ö, mire figyeljek? Hát most mondtam el. Hát csak elmozdult az elméd ebből a pillanatból te, és elkezdted követni a gondolatidat, nem baj. Nem baj. Ez a meditáció végtelenül egyszerű. Csak csinálni kell. Tudod, hogy a vízcsepp az mennyire erős? Erősebb a legvastagabb sziklánál, a legkeményebb kránitnál. Elkezd csöpögni, csöpök pár ezer évig, és a legkeményebb szikla is darabokra esik. Ugyanez a meditáció. Minden nap teszed, minden nap egyre tisztább a tudatod, és ne azt várd, hogy megvilágosodj az Isten szerelmére. Tehát ne várj semmit. Ne félj semmitől, és ne remélj semmit. Legy visszatérni ebbe a pillanatba. Amennyire egyszerű, annyira nem lehet gombot varni rá modellezni, magyarázni, indokolni, Próbált ki, ha működik, folytas, ha nem működik, Pech, De egyébként működik, csak nem volt elég kitartó. Jó, Jó? köszönöm. Szívesen. Ö, gyakran engem is az utóbbi időben elvisz, specifikus leszek, a, a, a dű, apró pici hülyeségeken annyira fel tudom húzni magam. Tudnál esetleg nekem is valami tanácsot vagy technikát adni, ami, ami, ami konkrétan specifikusan érde. Igen, igen. Speciális technika, amikor egy 12 menetes boxmérkőzést végignézel, de úgy jól elejétől végéig szünetnél, és látod, hogy mi történik a két ember között. Na, az egy úgynevezett menedzselt agresszió. Hogyha a csákó elszáll és dühös lesz, akkor valószínűleg ő veszít. De benned egy ilyen boxmatch van. Mindenki, aki dühös, az valamit le akar rombolni. És hogyha ez a box match már unalmas, akkor fordítsd befelé az energiádat, és kérdezd meg, hogy mi ez, honnan jön. A box -meccs azért kell, hogy te rájöjj, hogy a zenkör nulladik fokán vagy. És nem csak te, amikor egy ilyen pillanatban vagyunk, hogy elönt az ideg, és dühös vagy, hogy nem tudod a kezedet visszatart, és azt meg akarom venni, most azt meg akarom ragadni, hogy az enyém legyen, az enyém, a drága szágom, ugye? Na ez a kapzsiságnak az ilyen ugyanilyen ideg baj esete. Ez a nulla fok. Ezen azért el tudunk időzni egyenketten. És amikor rájössz, hogy ez történt, akkor befelé fordítod a kérdést, már elmozdultál a nullára, és elkezdtél egy picit tudni róla, ez még nem a megszabadulás, csak a róla való tudás. És megkérdezed, hogy mi ez? Honnan jön? Úristen, hogy lehetek én ilyen? Amikor lenyugszom, pont ez. Tehát a De legutóbbi... Előtte kell, hát ha lenyugsz, úgy könnyű. <laughs> érted? Amikor ott az. vagy és éppen izzol, mint az acél, és bele akarsz boxolni a világba, vagy pont a legközelebbi szeretett kapcsolatot tönkretenni ilyen apró hülyeségekkel, ugye, amiket mondasz. Igen. Na, akkor kell észnél lenni, egy lépés hátra, nem azonosulok, nem verem ki a balhét, befelé mi ez, honnan jön. És általában van egy ilyen állomás, vagy faktor, hogy tehetetlenség. És hogyha a tehetetlenséget már azonosítottad, akkor a tehetetlenség mögött gyengeség van. Mentális vagy fizikai gyengeség, de általában mentális. Nem vagyok elég erős ahhoz, hogy belássam, hogy mi a valóság. Ez innen indul. Hogy a másik ember vagy embercsoport mit hordoz, vagy pontosan milyen helyzetben vagyok, hogy vagy pontosan mi a teendőm. Nem vagyok hajlandó látni, mert nem vagyok hozzá elég erős, és ebből a gyengeségből következik a tehetetlenség érzése, és itt fordul hát az egész erőszakba vagy dübe, mert felgyűlik az energiád, és nem tudod formába önteni. És a tehetetlenség belátása az, amikor azt mondod, hogy kösz, ez nem én vagyok. És ekkor kell visszajönni úgy a tantienbe, hogy az összes érzelem eltűnhessen. Nem egy csapásra fog eltűnni, így hullámokban fog eltűnni, de amikor azt hallod a régi kínai, koreai bölcsességben, hogy a nem cselekvés, a nem mozdulás, a nem keletkező tudata, Wu Wei, akkor pont ez a hátralépés, ez a nem azonosulás, a nem kiadás, nem manifesztálás. ez van mögötte. És hogyha ez megvan, akkor tudod átalakítani az energiát, és a tehetetlenségből tehetség lesz. A lehetetlenből lehetőség lesz. És a róla való tudás a 90 fok, a hátralépés és nem azonosulás a 180, és az átalakítás pedig a transformáció a 270 és akkor eljutsz a 360 fokra, ha egy teljesen más módon működik ez az energia, a pusztítás helyett tisztítás lesz. A robbantás helyett lebontás lesz. Nagyon nem mindegy, hogy ez egy menedzselt, átlátott, kézben tartott dolog, vagy pedig a saját kényszereid mozdítanak előre a semmibe, a pusztulásba, a pusztításba. Úgyhogy a téves nézetekből, a helytelen felfogásból alakul ki a két szélsőség, a kapzsiság típusú, elsajátító, megkötő reakció, vagy pedig a dű típusú, megsemmisítő reakció. Mind a kettőt a tehetetlenségből és a téves nézetekből fakad. Akkor jól értem, hogy ezzel a fajta tehetetlenséggel kell szembenézni. Igen, és ha már szembenézt, akkor már tettél valamit. Akkor már nem vagy tehetetlen. Aha. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Pont ezzel kapcsolatban akarok kérdezni. Minden nap gyakorlom ezt a módszert, és el is jutok odáig, hogy észreveszem ezt a haragot, és azt, hogy ez nem én vagyok, tehát nem azonosulok vele, és az összes érzelmeimmel és az összes tudati gondolattal mindennel tisztában vagyok, és látom tisztán. És akkor, amikor minden teljesen tisztán látok, és minden teljesen érzékelek, és hogy tisztán, tehát távol próbálom magam tartani ettől, illetve nem is próbálom, hanem teszem, és akkor jön mindig valami mondat még, amire az egó ráharap, és vissza beránt, beránt, és, és elveszítem. Tehát, hogy oké, hogy másodpercek telnek csak el, tehát nem órákig dühöngés van, csak mégis be tud rántani. És hogy akkor ez. Mert ezt... azt már elhiszed. Aha. Addig nem hitted el, leválasztottam -e, mert nagyon fájt, aztán jött egy okos gondolat, és visszarántott. De ezt én teremtem? Ah, a másikon dehogy. keresztül. Nem, nincs, nem. Nem vagy. Nem. nem vagy felelős az egészén. Ja, nem, azt, azt értem, de hogy közösen teremtünk, ugye általában. Közösen? Kivel? Az hát, az elefántal? hogy? Nem, mondjuk ugye egy párkapcsolat, vagy egy beszélgetésre beszél. Ja, párkapcsolat. De ott ül melletted. Így van. Remélem, mert így Természet fel a kérdés feltétel. Te na, ő is kérdezhet. Persze. Nagyon jó. Tehát, hogy amikor... Szimetria, kérem szépen. Amikor igen, tehát hogy ezt gyakoroljuk folyamatosan napi szinten, tehát a tudatos sodás felé vezető utat választottuk. Még ha nem is akarja beismerni, és ellenáll. Te ilyen gyorsan bedőlni egy provokációnak, ránézek, és róla kezdesz beszélni. Ja. Miért? Majd ő mondja. Ez Ott ül melletted. Jön. Na, borzasztó. Tehát, tehát egy közös tudaton ö, ö, igyekszünk ö, osztozni. Hűha! Ez olyan, mint a francia ágy? Mondjuk, igen. Az egység felé ö, tartunk. Tartunk. Igen. Fel, jó, oké. Én De tartok. Hogy? Tehát az egységet azt tapasztalni szoktuk legalább ugye esténként, nem? Nem erre az egységre gondolok. A hajnalban? Nem. Ja, hát amikor egy ja. lehetőség van rá, persze, hogyha ez a kérdő. De akkor nem felé tartunk, azt úgy tapasztaljuk, nem? Igen, és utána ilyen. pedig megyünk dolgozni, egyikünk erre, másikunk arra. Akkor már kettősség van, nem? Ö, nem. Nem? Egyszerre megyünk dolgozni, és ugyanúgy, mint egy, egymás kabátjába bújtatott kézzel, hogy csináljuk a dolgokat? Valami ilyen esemény van. Hát én. gratulálok! Nagyon sokat dolgoztam eddig, de ez nem sikerült. Nem, még nem. Ö, de hogy? figyelek! Erre szoktuk mondani, hogy szalad a kutya a csont után. Igen. Igen ezt, Na, ezt... akkor mi a kérdésed, mert eddig nagyon okos voltál, és a párod nagyon bölcsán és kifejező szempillantással hallgat Igen. melletted. Tehát nem azért, mert én nyomom el, hanem azért, mert nálam van egyelőre a, a mikrofon. Figyeled, hogy kacag? Akkor jó. Nem. Na, miben segíthetek, Tehát. mondjad, mert azt már kimutattad olyan gyönyörűen, hogy egyszer csak, egyszer csak az elméd így beránt, és elhiszed a saját narratívádat, ez gyönyörű, Vagy a de mind. szükségtelen. Igen. Hát azt szeretném megkérdezni, hogy ez a teremtés ez belőlem indul-e ki, hogy ő még mondjon valamit, hogy aztán én arra rá... Másodszor apie... kérdezed az első választ, hallottad? Tudom, hogy felelősséget Á, kell vállalnom. Dehogy nem is belőled indul. Kértem. Tehát nem Hanem ha nem belőled, akkor honnan? Igen, a tudatból. Szerintem a másik a felelős érte. Nem. Nem? Nem, nem. a párod a felelős az egészért? Nem. Amikor kivált belőled dolgokat, valamilyen programot, vagy mintázatot, azért ő a felelős. Nem, 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 nem erre gondoltam. Csak is ő a felelős. De ha azt beszéljük, hogy különböző, tehát a tudatból kiirányuló emberek vagyunk mindannyian. Én olyan szívesen játszanám ezt a játékot, de végül is minden kérdésnek megvan a maga ideje. Értem. Fantasztikusat kérdeztél, nagyon figyeld a saját karmádat, hogy hogyan alakítod. Uh -huh. Nem akartam lelőni a poént, hogy a saját karmánkért mi magunk vagyunk a felelősek. Azt értem. Akkor végül is mit kérdeztél? Én azt is értem, el azt a kérdést, amit vissza, igen, tehát, hogy... Örülök, hogy érted. Okay. Most add át a párodnak, ő is kérdezze. Jó? Nekem nincsen kérdésem most. Meghajlok bölcsességed, együttérzésed és türelmed előtt. Nagyon szépen köszönöm. Én arra szeretnélek kérni, hogy beszélj nekünk arról, hogy mi az érzelmek jelentősége az életünkben. Miért én beszéljek róla? A párom sokkal többet tud erről. Ő az érzelem gazda mindenféle érzelemre gondolok. Igen? Igen. Szerintem te már tudod, hogy mi az érzelmek jelentősége az életünkben? Én csak gondolok valamit róla. Mi az, ami hiányzik? Inkább azt mondd Itt még nem járok, hogy tudjam. Érzések nélkül nem vagyunk emberek. De ha csak az érzések dominálnak, akkor néha rosszabbak vagyunk, mint az állatok. Mondjam tovább? Igen, kérlek. Az, hogy az érzelmek mit hoznak ki belőlünk és a másikból, az már nem egy érzelmi döntés kérdése. Amennyire látod az érzelmeket, annyira tudod uralni ezeket. Nézd meg, hogy a lélek és a test hányféle idegpályán és érzékszerven keresztül kapcsolódik egymáshoz. érzések nélkül tényleg nem lennénk emberek, meg kell tanulnunk hátralépni egy lépést, és a nem azonosulás útján tisztán látni, azért, hogy helyesen vezérelhessük az érzelmeinket. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Én az elvárásokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Nagyon sokszor észreveszem, hogy elég komoly elvárásokat támasztok emberek, szituációkkal szembe, illetve érzem, hogy másoknak is elvárásai vannak velem szembe. Ezen hogy tudok dolgozni, hogy ez ne legyen ilyen mértékű? El te kell menned a sivatagba, és a skorpiókkal kellene társalogni. Azoknak semmilyen elvárása nincs. Talán egy van tőled felé, hogy ne rögtön csípjenek meg. Emberi társadalomban elvárásokkal élünk egymás felé. És ezen rendben van, ami az elvárások tényét illeti. Az igazi kérdés az, hogy te szeretnél-e megfelelni ezeknek az elvárásoknak. És elmondom, hogy a megfelelés az nagyon jó dolog. A megfelelési kényszer az borzasztó. Ezzel is küzdött a megfelelési kényszerrel. Mi történik, amikor te egy kényszerrel küzdesz? Hát ez egy nagyon rossz érzés, tehát nem. Igen, mert erősebb lesz. Tehát nagyon nyomasztó. rossz érzés, nyomasztó. Akkor javasolná itt valaki épp észszel, hogy küzdj ezekkel a kényszerekkel? Hát alapvetően, akkor így nem? Nem. Akkor kérlek, ne küzdj ezekkel a kényszerekkel. Rendben. Nagyon jó. Köszönöm. Tehát, hogyha nem küzdesz a kényszerekkel, hanem meglátod azt, hogy mely elvárásoknak szeretnél megfelelni, akkor te egy nyugodt ember vagy belül. Ez tényleg azon múlik, hogy kellőképpen ismered-e magadat, a másikat és a világodat. Elvárásokkal semmi baj nincs. Elvárjuk azt, hogy legalább naponta egyszer mosson fogat. De jobb, ha kétszer. És legalább addig, amíg az a kefe háromszor azt nem mondja, hogy bzz, 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 akkor legalább eltöltött másfél percet magával, és nem esik ki a tegnapi vacsora a kis száján. Hát ez egy normális el, hogy higiénikusan jelenjünk meg egymás társaságában. Ennek ma itt mindenki eleget tett. Nem. Valakit így látok ülni? Szóval, azért figyeljünk erre, hogy az elvárások a semmi baj nincs, ez egy párkapcsolatban, hogy mit várunk el egymástól, és milyen szintre tudjuk felvinni a másikat, vagy lefokozni magunkat, hát azért az nem mindegy. A kényszerrel, na azzal baj van. A kényszer az a beakadás, az a kényszerű azonosulás, az önvédelem, az állandó nyomásgyakorlás oda-vissza. Na ezt nem. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen elvárásoknak szeretnénk megfelelni, és másoktól mink mit várunk el, miért, mert ilyen emberekké válunk. Amit támasztunk mások felé követelményként, amely követelményeknek mi megfelelünk, ez azért kiadja a karakter határait elég erősen. Úgyhogy további jó utat. Köszönöm. Szívesen. A kérdésem a következő lenne, én elütöttem egy őzet, nem rég, igazából egy hónapja, és én már több évvel ezelőtt konstruáltam magamban ezt a vonzás törvényét, hogy ez mintha működne, vagy működik is talán. Tehát, hogy... Szereted az őszpörköltet? Nem, nem erről van szó, hanem arról, amit a kérdést utána szeretném is föltenni, hogy beragadt nálam ez a gondolat. Tehát, Tehát hogy... Az a hűtőrácsba ragad be hanem nálad a gondolat. Ó, oh, hogy utána megyek autóval, és hát tudom, hogy az életemet le kell vezetnem még autóval. Tehát nem tudok ezzel mit csinálni, meg be is merekülni, nincs félelem, meg ilyenek, csak amikor megyek, és följön a gondolat, hogy hu megint kiugorhat, és akkor már rögtön jön az ellen gondolat, hogy ez ennek rohadtul nem kéne gondolkodni, Ettől mert meg is fog történni. Ettől nem látod az utat, és hogyha kiugrik valami véletlenül, azt pont a dupla gondolat oda-vissza száguldozása miatt nem veszed észre. Tehát az ellen gondolat az ugyanúgy teremtő, mint alapból a gondolat is. Igen. Tehát nem kéne agyalnom azon, hogyha esetleg egy ilyen eszembe jut, hogy... Egyáltalán nem kéne agyalnod rajta. Vezetni kéne teljesen tiszta tudattal. Érzékelve a teret, ha előtte egy őzet, egy fácánt, egy vaddisznót, bármilyen állatot, námo ami tából mantrát, legyél szíves, kilencszer elmondani érte, neki is van lelke. Még ha nem is tudja kimondani, hogy én vagy te. Ez a mi szerencsénk, sajnos. Képzelde, ha az állatok ki tudnák mondani, amit gondolnak rólunk. Huha. Vagy amit éreznek rólunk. Oké. Okay. Tehát ez a mantra, ez ahhoz kell, hogy az ő lelke energetikailag egy kis békét találjon azután, hogy te elütötted. Ő ezt hitte, hogy nem akarta. Tehát, hogy még boldogan ott élte volna az életét, mint őzike. És te ettől megfosztottad. Úgyhogy uh, ilyenkor, akár a régi polgárosodás előtti népek, ahol nem vágóhíd volt, hanem meg kellett ölni az állatot, általában valamilyen imát vagy mantrát mondtak azért, hogy a lélek, az állatlélek ne egy gonosz ártó szellem képében térjen vissza, és a törzsnek vagy a népnek árcson. Az, hogy ezek hogyan működtek, mi az, ami tényleg működés volt belőle, és mi az, ami csak úgy vajákolás, vagy babona, ebbe most nem megyek bele, ezt tessék felfedezni. De mint emberek kötelességünk a másik érző lény jólétének az őrzése, amennyire csak tudjuk. Amikor nem tudjuk, mert féktávon lépett elé, akkor egy mantrával ezt tessék szíves kiegyensúlyozni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én az életúttal kapcsolatban szeretnék kérdezni, mert én hiszek abban, hogy az ember a leszületésekor már tudja, hogy mi lesz az a tevékenység, az a munka, amiben ki kell, hogy teljesedjen, hiszen az a célja, az élet útja. És megmondom őszintén, hogy el kellett teljen 35 évnek, mire megtaláltam azt az utat, azt a tevékenységet, amiben úgy érzem, hogy ki tudok teljesedni, és ez a vágyam. Viszont most pályaválasztás előtt álló gyermekeim vannak. Anyaként figyeltem őket egészen kicsi koruktól, hogy mi az, a, ami, ami, örömmel tölti el őket, és igyekeztem abba az irányba terelgetni, de ez nagyon nehéz. Hogy ebben hogyan tudom őket segíteni, hogy megtalálják azt, a, azt az utat, azt, azt az iskolát, azt a tevékenységet, amiben boldogok lehetnek. Nagyon közel jársz a megoldáshoz. A kérdésed elején mondtad azt, hogy hiszed azt, hogy valamiért a világra születünk. Ez így van. De ez nem egy pusztán egy irányba menő út. Itt azért nagyon sok próbálkozás kell ahhoz, hogy tényleg kiderüljön, hogy mi van egy emberben, és hogy mi a dolgunk. Mint szülő, két kérdést tégy fel magadnak ez ügyben. Egy. Miért hozzám született? De miért te vagy az anyja, és miért nem a szomszéd? Tehát azt a nagyon mély közös karmát, ami anya és gyermek, illetve apa és gyermek között van, azt föl kell fedezni. Mert ekkor ismered őt meg úgy, ahogy ő tényleg vagyon, és nem a szerepeken keresztül, nem az illúziók fájtlán keresztül, hanem meglátod belül, megérzed, Tapasztalod, hogy igen, ez az oka, hogy hozzám született. Ez évek alatt derül ki. Ö, ezt sejtem. Tehát, Jó, nem mond, mond el az égszerelmére, mert akkor megállunk a fejlődésben, tehát yes. ezt most nem kell elmondanod. Yes. A következő viszont nagyon fontos, hogy mi az ő dolga, és a két kérdés között azért mély összefüggés van. Ha az elsőt nem válaszolod meg, akkor a másodikat sem fogod, mert nem ismerted meg eléggé a kölköt és így magadat sem. Tehát mi a dolga? És ezt persze egy csomó helyzetben, a készségfejlesztő játékoktól kezdve a különböző környezetben való előfordulásig, mesterségek kipróbálásáig, vonzás, taszítás meglátásán keresztül nagyon-nagyon sok felképpen le lehet mérni, de ezek mind másodlagos dolgok. Értem. Az elsődleges az, hogy a gyerekben milyen hajtóerő van, hogy ő egyénileg miért született ide, és mi a dolga. És néha meg kérdezem, azt, hogy na mi leszel, ha nagy leszel? Nem tudja. Honnan tudja? Látott valamit a tévében, vagy hallott valamit a barátoktól, és akkor ez van. De az, hogy mi dolgunk a világon, mi dolgunk itt az életben, elképesztő válaszokat tudnak adni már 7 évesek is. Hihetetlen. Fantasztikus. Persze, hogy változik, de valahol el kell kezdeni a tudatosítást. És... Ha a gyerek elkezdi tudni, hogy mi a dolga, akkor olyan környezetet kell neki mutatni, ahol ez megmutatkozik, ahol manifestálódik. Értem, köszönöm. És még egy, egy kérdésem, ami ehhez kapcsolódik, hogy amikor úgy érzi az ember, én azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk itt hasonló problémával, hogy megtaláltuk azt a tevékenységet, azt a munkát, ami, ami örömmel tölt el, és amikor ezt én úgy tudom a legjobban kifejezni, hogy a munka után beülök az autóba, és olyan, mintha két méterrel a föld fölött lebegnék, mert annyira boldog vagyok attól, amit tettem aznap, és mosolyt csaltam a Klatulálok. gyerekek arcára. Gratulálok! Hát azért túlalkozom. ez nem sokszor fordul elő a mindennapi életben. De veled igen? Gratulálok! Igen. Köszönöm. Igen? Viszont az évek során mégis ennek ellenére is nagyon-nagyon sok kudarcba... Hordul ez a munkatevékenység, nagyon sok akadályba ütközök. És mégis hol van az, amikor azt érzem, az hogy most feladjam vagy ne? Nézd meg a célt, nézd meg az irányt. Érdemes a célt elérni, érdemes az irányt követni? Érdemes, de a külső körülmények mégis nagyon sokszor hátráltatnak. Nem, a külső körülmények segítenek. Ha nehezek, akkor azzal, ha könnyűek, akkor azzal. Ha könnyű, akkor gyorsabban haladsz a cél felé. Ha nehéz, akkor megerősödsz az erőfeszítésben. A külső körülmények mindenképp segítenek. Egyetlen egy probléma van csak, ha rossz cél tűztél ki. Ha helytelen irányba mész. Ez az egyetlen egy probléma. Hogyha tudsz hinni a célban, ha látod az irányt és érdemes követni, akkor már csak olyan emberek kellenek társaként, akikben meg tudsz bízni, és ők is benned. És akkor nincs akadály. Csak gyorsabb vagy lassúbb haladás. Kevesebb vagy több munka. Nagyobb stressz, kisebb stressz. Ezek mind tréningeznek. Ez biztos. Köszönöm. Akkor használd fel a tréninget, amíg lehet, mert véges az idő. Egyszer el kell menni. Nincs jármű, amiben furikázzunk. Az már nem ilyen. Úgyhogy addig tréningezzünk, amíg életben vagyunk, kérem szépen. Köszönöm. Egyéb kérdés, nagyon szívesen. Szóval, hogy az egó letétele nem feltétlenül jár azonnal megvilágosodással, hanem a tudatfejlesztése tulajdonképpen? Először tedd félre teljesen az egót, utána megbeszéljük. Oké. Okay. Jó. Gyere el a templomba, megvannak az eszközökre ilyen zenszike, meg hasonlók. Jó? Oké. Okay. Okay. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy kell -e mindenkinek segíteni, akinek úgy érzem, hogy segítségre van szüksége? Nem, a Illetve... világért sem. Teljes káosz lenne az eredmény. Annak kell segíteni, határ, amikor... akinek kell, és aki kéri, így egyszerre. Van úgy, hogy segítséget kér, de egyáltalán nem kéne neki segíteni, mert egy energiavámpír, mondjuk. A másik pedig, hogy így tartod a kölcsért tácán, két centire tőle, de ő inkább érzik. És így kiveri a tárcát a kezedből. Hagyja végét, én jó vagyok. Tehát annak segíts, akinek kell, és aki kéri is, vagy aki legalább megszólítható ez ügyben. Tehát a világ legérdekesebb válaszait válthatja ki az, ha egyszer megkérdezed azt, hogy miben segíthetek. De azt hiszed, hogy ez egy normális kérdés. Egyébként ebben igazad van. De a válaszok, amik jönnek erre, hát az valami dermesztő te. De? Nagyon érdekes. Próbált ki. Jó, tehát ez egy, ez egy nagyon fontos gyakorlat. Annak segíts, akinek szükséges és lehetséges, tehát kéri. Jó? Rendben, köszönöm. Szívesen, de még így se tudod az ő karmáját megoldani. Miért? Mert hogyha valaki arra kér, hogy helyette, te oldd meg a problémáját, akkor azt nem tudod érdemben megtenni. Őnek is segíthetsz, de az ő házi feladatát nem végezheted el. Tehát, hogyha valaki ilyesmire kér, akkor te egy lépést hátra hátralépsz, félmeghajlással tiszteletet adsz az autonómiájának, és azt mondod, hogy majd te, barátom, mert ez a te dolgod. Ha abban segíthetek, hogy te megted, amit neked kell, nagyon szívesen, de helyetted nem teszem meg. Értem, köszönöm. Szívesen az egyik lányom egy ideje nem, nem akar szóba velem, látni sem akar. Tíz év mióta? Öt. Öt, látod? Nem volt kevés. Egyébként milyen életet él a lányod? Vállalható? Igen. Akkor hagyd béke. Ezt úgy hívjuk, hogy alvó kapcsolat. Tehát fogta magát a kapcsolat, és elment aludni. Nincs ébren. Öm, azt elmesélném, hogy Afrikában járt, és ott kapott egy vudu történetet, és azt, azt rendbe hoztuk, és ez, ez onnantól. Ha rendbe ez hoztuk, a... akkor mi nem beszél Tehát ő, ő rendbe jött, életben maradt, de de kettőnk között megszakadt. Tehát, hogy, hogy valami mélyebb dolog esetleg? Hát az a helyzet, hogy ez Most a karma, bemüld. ez a karma, ez egy bizonyos hőfokon, az az energiaszinten született. Ez olyan, mint egy ötvözet. Tehát bizonyos fémeket csak nagyon magas hőfokon, mondjuk 1200 fokon lehet ötvözni. Ez az azonosulás mértéke. Tehát minél spirituálisabb a tapasztalat, minél mélyebben nyúl bele valakinek az identitásába, annál nehezebb kiszedni. Tehát ehhez egy hasonló energiaszintű, de más irányú tapasztalat kell, hogy ő érdemben megváltozzon. És ezt neki is akarni kell. Tehát az ilyen állapotokban néha az a szomorú, hogy nem szenved és ezért nem akar megváltozni. Elfogadja a félmegoldást, elfogadja a kényszert, elfogadja azt, hogy olyan irányban változott meg, mert már nem is akar visszaalakulni. Ugyanis ez egy nagyon keményen identitásformáló valami. És ebbe konvencionális gondolkodással kellő mélységig nem lehet belenyúlni. Ezt érzem egyébként egy ideje, hogy nincs megoldás. Hát ezen a szinten, ezen ahol, a szinten igen. ahol te működsz, ezért ne bánts magad. Nem bántom. De nincs megoldás. Sajnos vannak ilyen tapasztalatok, amik az ember elméje, ilyen irányban megváltozik, és ahogy mondtam, hogy hogyha hasonló magasságba, hasonló energiaszintre nem viszed fel, és ott nincs egy újabb transformáció, nem lehet elérni hozzá. Tehát Ezért a... vigyázunk az azonosulásainkkal, jó? Én nagyon szívesen elmennék a templomba, de a koránkelés, az visszariaszt. Már attól is, hogyha egy egynaposra elmennék, ott is reggel, ott kell lenni, számomra elképesztően korán. Nem azért, mert éjfél után fekszem le, mert nem, mert tízkor már ágyban vagyok, de én így nyolc óra előtt nem szoktam fölébredni, tehát effektív 10 órákat szoktam aludni. Ö, ezen kéne változtassak? Vagy mit tudok nem. ezzel tenni? Ezt szerintem jól csinálod. Oda-haza. De a templomban ez nem működik. Na most én azt javaslom, hogy először végy egy háromnapos alvókúrát, amikor a 10 helyet 12 órát alszol, ezzel egy kis alvó tőkét halmozol fel, és eljössz a templomba úgy, hogy mondjuk előző este, és akkor nem hajnalban kell itt keldegélni, és akkor a reggel 8 órás kezdés az kicsikét foghatóbb. Van egyébként hajnali 5 órás éneklés nálunk? Van. Igen, láttam. És, ez és volt, az ez nagyon az... üdít és frissít és délután, ha kell, kialszod magad. Öt óra után, miután az egynapos zennek vége. Jó? Jó. Nagyon jó. Szeretettel várom. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy van ugye ez a háborús helyzet, ami kicsit elgondolkodtatta az embert arról, hogy ugye éli, most mi éljük az életünket, egy családi házban gondozzuk, az otthonunknak tekintjük, ott vannak a gyerekeink, a szüleink, a családunk, és egyfajta ragaszkodás is, és építgetjük a kis életünket. De ugye már ott van egy példa a szomszédos országban, hogy bármikor, illetve ad is egyfajta rákészülést, hogy mi például összeszedtük az útleveleinket, a papírjainkat, a pénzünket, tehát bármikor elhagyhatjuk, elhagyhassuk az országot hogy a ragaszkodás és a, az érzéketlenség, hogy ez a kettő szó merül fel ilyenkor, ragaszkodunk az otthonunkhoz, a családunkhoz, a munkahelyünkhöz, vagy ezt átértékeljük, nem ragaszkodunk, hanem éljük az életünket, mindig alkalmazkodva az adott körülményekhez, de ez mégse csapjon át egyfajta érzéketlenségben, hogy innentől kezdve nem az otthonunkat már nem. Nem tudom ezt így úgy kifejezni, hogy nem. Tehát, hogy úgy tekintünk az otthonunkra, mint egy hely, ahol élünk, de, de nem úgy, hogy ezt most akár örök életünkig ott fogunk élni, hanem ez bármikor megváltozhat. Mi a kérdésed? Ez jó kérdés. Hm. Hát így, hogy lehet élni? <laughs> hogy összecsomagolva, vagy nem összecsomagolva? Vagy. Ö... Tényleg ez a kérdés, hogy így, hogy lehet élni, hogy össze vagy csomagolva, és bármikor elmehetsz? Ez a kérdés. Hát akkor így kiegyensúlyozottan élni, hogy lehet? Hogy tudom, hogy bármikor. Ezt ki lehet egyensúlyozni, nem ezzel van a baj. Nem? Mm -mm. Azt, hogy nem tudod, hogy hova tartozol. Azzal van a baj. Aha. Valójában az ide tartozás a kérdés, és hogy meddig akarod ezt elismerni? Addig tartozunk ide, amíg jó dolgunk van? Aha. Vagy akkor is ide tartozunk, amikor egy kicsit keményebb a helyzet. Addig vagyunk itt, amíg jól lehet élni, és amikor már nem lehet jól élni, akkor elmegyünk valahova? Aha. Hogy van ez? Tehát meddig tart a lojalitás, a kitartás, az esetleges együtt szenvedés, mert azt érzed, hogy ott vagy, ahol lenned kell, azok közt, akik közt lenned kell. Tegyük félre, hogy mennyire szereted vagy nem szereted az egészet. Ide tartozol vagy sem? Meddig, ha igen? És mikortól nem? Ez döntsd el magadban. Ez kemény. Köszönöm. Szívesen. Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogy ezzel lehet-e változtatni, hogy nagyon érzékeny a lelkem. A lelked érzékeny? Nagyon érzékeny vagyok. Te, te érzékeny vagy. Igen. Hát az ugyanaz. Hogyha a lelked érzékeny, akkor te És ez, ez miért van? Ez van? Mitől van? Mert ember vagy. Attól van. Szeretnél ezen változtatni? Hát néha nem jó, néha nem tudom. Sokszor nem. mondják, hogy a fiúk nem sírnak, de a fiúk de az igaz, is sírnak, csak másképp. Ja. Most a sírást, ezt tegyük félre. Ja. Az érzékenységnél maradjunk egy kicsit. Amikor úgy érzed, hogy túl érzékeny vagy, akkor nyugodtan tedd át a lelkedet egy ilyen fémtestbe, és robotként próbáld meg. Akkor nem vagy érzékeny. Akkor te vagy a legerősebb. Semmi nem fog rajtad, se a simogatás, se az ütés. Kellene? Kell a robottest? Igen. Kip, Kipróbálom. Húha, és hogyha nem lenne visszaút, akkor is? Hát ha ebből kilépsz, akkor az megy a temetőben. A felhőből már csak a robottestbe tudod letölteni magad. Kellene? Nem. Na. Ugye? Hát emellett az érzékenység, a szenvedésre való képesség mellett mégiscsak embernek jobb lenni ugyanez az érzékenység tesz boldoggá, -e, hogyha megfelelő ingerhatásnak van kitéve. Enélkül az érzékenység nélkül nem lennénk emberek, és ehhez inkább megerősödni kéne, és nem az érzékenységből levonni. Még két ajtó szekrényként sem jó létezni, nemhogy robotként. Az is igaz, hogyha valaki ilyen kis is kisasszony, és a legapróbb kis ingerre azonnal sír, és ri, és pánikol, az sem egy jó életérzés. Mi lenne, ha az érzékenység és az erő az párosulna? A mozduló és a nem mozduló egymásban létezne. A múlandó és a nem múló együtt lenne. Na, ekkor tudnád az érzékenységet és az erőt párosítani. Ezt kívánom mindenkinek. Hogy legyen olyan érzékeny hogy a legapróbb hajszának a görbületét is látja, és legyen annyira erős, hogy az élet és halál legdurvább változásait is kibírja a mozdulatlan tudattal tisztán. Ezt pedig csak gyakorolnunk kell semmi mást, mint a tiszta tudatot, a tiszta emberi tudatot, amely igazi önvalunk tapasztalata, semmi más. Semmilyen különleges technikára nincs szükség semmilyen ráolvasásra, mágiára, idegen vallásbéli dolgokra. Legigazibb önmagunkra, eredeti tudatunkra van szükség, amely mindegyikünkben megvan. Ezt tudjuk realizálni többek közt az gyakorlat segítségével. Együtt haladhatunk az úton, elérhetjük a felébredést, és megszabadíthatunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Erre lelkesítek mindenkit csendesen, nyugodtan. És hogyha együtt járjuk az utat, akkor ezt közös tapasztalatát tudjuk formálni. Köszönöm a figyelmet!